akkor nagyítóan mutatta az írás. Beszélünk egy ebetűnek a kis szintes szárait, túl volt húzva egy picit, már az mondta, hogy az jelent valamit, hogy kereszt. Persze, hát az ebetű még ráadásul szimbolikus betű is az ABC-ben, így ahogy a G betű a pártkapcsolat betűjele. Szerintem próbáltam őt be kell masszírozni az olajjal, és ahogy a melkasát kentő, így kente, így kiemelte, olyan aranyos volt. Így kente, emeső, meg így föltolta, hogy még jobb, aztán meg a hasát. Egész kiemelte, hogy... A felső zónák azok a szellemi törekvéssel az mutatják a végbetődési körödet. Ezen belül van a dőlésszöge annak, hogy mennyire tél el. Valakinek összeviszik örözik az írással, minden jellemző jel valamit. És most semmit. Most így, de olyan jót nevetett az előbb rajta. Gondolkodik, hogy mit csináljon. És ezeket statisztikai szinten egy bontásban hajtja végre. És egy számítás alapján dől el, hogy melyik domináns tulajdonságot választ. Nagyon sokat kell számolni. Csücsörít. Ott van a nyomaték, ugye. Betűk formálása, a csomók, a nagyítólat látok a csomók, a kicsi hajlások. Köpött egyet. Például, hogy hol nyitott ki az abetűt, jobb vagy baloldalon. Na csücsörít meg, csücsörít. Az abetűt, és ez az oldalon leírt, mit tudom, 30 abetűből, 50% neki. Akkor dominás tulajdonságként azt jelenti, hogy a társaságban jobban szeretünk, a családban.